Önök a Gödvárosi Televízió Mozog velünk című adását látják. Köszöntöm Önöket, Vasvári Ferenc vagyok. Mai adásunkban lesz sok futás, röplabda, illetve teremlabdarúgás. Dőljenek hátra, már is kezdünk. A Mozog velünk sportmagazin egy korábbi nyári adásában már beszámoltunk a Gödi Futóklubnak a működéséről. A közelmúltban egy február végi edzésre lelátogattunk a futókhoz, és az aktualitásokról érdeklődtünk. Györgyi, másfél évvel ezelőtt alakult a Gödi Futóklub, a kezdetekről már nyáron beszámoltunk, mi történt veletek az elmúlt fél évben? 2012. augusztusa óta mondhatom, hogy folyamatosan edzünk, rendszeresek a csütörtöki futóklubjaink, és a nyár folyamán több alkalommal is kiegészültek ezek az edzések. Gyakorlatilag úgy működünk, hogy a csütörtöki klubok alkalmával van az úgymond nagy találkozás, és ezen kívül mindenki a saját kis csoportját kialakította. Vannak, akik középtávú versenyekre készülnek, félmaratonokra, vannak, akik maratonra, és vannak, akik az ultrafutásban jeleskednek itthon. Azt mondhatom, hogy a BSI gyakorlatilag majd minden eseményén a Gödi Futóklub tagjai képviseltették magukat, illetve a terepfutás volt egy újdonsága a 2013-as évben, többen elkezdtünk terepen versenyezni, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a 2013-as évet folyamatosan követő, ugye a 2014-es szezon, hiszen annyira szuper időnk volt, hogy közösségi futást követett, versenyt követett, és elmondhatom, hogy már most januárban két jelentősebb eseményen vagyunk túl. 2014. januárjában Dunakeszin megszervezték a Yours Truly, amely gyakorlatilag a téli futás népszerűsítő közösségi futás. Ott több mint 10 fővel vettünk részt. Láng István az 50 kilométeres távot teljesítette, többen pedig a 25 kilométeres távon jeleskedtünk. Az idei év másik nagy durranása a Kovács Kokó István nevével félmjelzett balból terepfutás volt, melyet most februárban tartottak a Budai hegyekben. 19 kilométeren keresztül 820 métert győztünk le. Hát hatalmas élmény volt tényleg így a neves boxolókkal együtt futni, és hát ez ebben a tömegben hömpölyogni a Budai hegyekben nagyon klassz volt. Többen a futóklubból, akik a terepfutásban és az ultrafutásban próbálkoznak, téli teljesítménytúrákon vettek részt. Úgyhogy azt kell mondjam, a terepfutás mellett a tereptúrában is most már vannak olyan tagjaink, akik tudnak segíteni adott esetben a kezdőknek is. És még egy újdonságunk van, az pedig az, hogy augusztusban csatlakoztak hozzánk a Visevácban versenyző triatlonosok, akik maguk is gödi lakosok, és az ő jelenlétükkel gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a triatlon is már elindult így a Gödi Futóklub életében. Van hozzá edzői segítségünk is Hódosi Lajos személyében. Hogy kell elképzelni egy foglalkozást? Most február utolsó vasárnapja van, 8:30, és látom, hogy gyülekeztek, melegítetek. Mi lesz a mai program? Hát a mai program az megint kicsit ilyen személyre szabott. Mint ahogy mondtam, vannak olyanok, akik maratonra készülnek, velük most egy 35 kilométeres futásra készülünk. Minden edzésben melegítéssel kezdünk természetesen, tehát azért nyilvánvalóan odafigyelünk arra, hogy ezt hosszú távon tudjuk művelni ezt a sportot, és ne csak tényleg így eszetlenül Hübel a Balázs módjára műveljük. Úgyhogy egy bemelegítést követően laza kocogással indulunk, és a tervünk már egy verőcegöd oda-vissza táv, és hát lesznek, akik majd 10 órakor indulnak egy rövidebb kocogásra. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenki megtalálja azt a kis közösséget, vagy azt a párt, akivel a saját teljesítőképességének megfelelően tud közösen edzeni. Tudom, a futás kortalan, de azért mégiscsak rátok nézek, anyukák, apukák vagytok. Hát így van, így van. Azt mondhatom, hogy így a futóklub átlag életkora 40 év, és tapasztalatom is az, hogy általában azért olyan 30 éves kortól, de legalábbis a családalapítástól kezdve mindenképpen valahogy az emberek komolyabban kezdik venni az egészséges életmódot, jobban kezdenek odafigyelni arra, hogy egészségesen éljenek, és ezt látom a klubban is, tehát hogy így csatlakoznak be többnyire édesanyák, édesapák, de már nagyszülői korban lévő tagjaink is vannak. Becsatlakozás mondat, hol lehet titeket elérni? Minket leginkább a Facebookon, a BSI Futó Nagykövet Göd oldalon javaslom, hogy keressenek, hiszen ott vannak az aktuális programjaink, illetve én abszolút felajánlom azt is, hogy engem személyesen lehet telefonon is keresni, tehát Németh Györgyit a 0620 480 39 25-ös telefonszámon. Szóval triatlon beköltözött Gödre? Igen, örömmel mondhatom, hogy Gödön is alakul a triatlonos egyesületünk, úgymond ilyen amatőr egyesület, kis csapat, akik
együtt tudunk edzeni, főleg a futásnál nagyon sokat jelent, mert részt távozunk, elmegyünk a 400-as pályára, hosszú távokat együtt sokkal könnyebb letudni egy 20 kilométert, mint egyedül végigfutni Vácig oda-vissza például. És ezen kívül a úszásban én, mint edzői végzettséggel rendelkező próbálok segíteni, főleg a felnőtteknek egyelőre, de hosszú távon cél, hogy esetleg Gödön is legyen triatlonos élet, nem csak felnőttek, gyerekek is esetleg később csatlakozzanak. Úgy gondolom az egyoldalú sport, hogy csak futni úszással, kerékpárral kiegészülve sokkal hasznosabb, és a testnek kellemesebb, hasznosabb terhelés, izomzatnak, ízületeknek. Ezért mindenkinek próbálom mondani, hogy ne csak fusson, hanem úszson és kerékpározzon, és legyen változatos a tömegsport, a hobbi sport. A kerékpáros edzéseket milyen szervezettségi szinten hűzitek itt Göd környéken? Az a helyzet, hogy nagyon kezdeti stádiumban vagyunk. Vagyunk ketten triatlonosok, akik időnként tudtunk már együtt edzeni, illetve edzünk is együtt. Ez egy hosszabb távú folyamat, és úgy gondoljuk, hétvégeken egy-egy hosszabb kerékpáros edzésre majd el fogunk tudni menni. Eleinte ilyen túra jelleggel, később, amikor erősödik a csapat, és beszerezzük a komolyabb kerékpárokat, nem csak ilyen nehezebb mountain bike-okkal, mert általában az áll rendelkezésre, föl tudunk menni hegyekbe. Lesz itt Vác környéken egy Nassai nevezetű mészkőember verseny, ahol úgy gondolom egy-két ember már megpróbálhatja magát, egy 5 kilométeres kis hegyi kerékpározás. Várjátok a gyerekek jelentkezését? Én úgy gondolom, a gyerekek a szülőkkel együtt be fognak csatlakozni, kirándulás hobbi szinten, meg esetleg megtetszik nekik a nyáron az úszodába, hogy úsznak ott a felnőttek, ne talántán, vagy ők is esetleg kedvet kapnak. Tehát én úgy gondolom, hogy fiatalságot is be kéne vonzani ebbe a dologba. Judit Gödi lakosként te is tagja vagy a futóklubnak, egy nagyon szép serleg van a kezedben, mit kell erről tudni? Én a Visében, Váci Visében triatlonozom, lassan 3 éve, és ez egy 2013-as amatőr ranglista versenyek által elnyert második helyezéses díjam. A 35-39 éves korosztályban elnyertem a második helyezést az országban, az amatőrök között. Erről azt kell tudni, hogy a sprinttávú versenyről szól, amely 750 méter úszásból, 20 km kerékpárból és 5 km futásból áll. A futóklub foglalkozása jó felkészülés neked a triatlon versenyekhez? Nagyon jó felkészülést biztosít, mivel közösen csapatban futunk, nagyon jó társaságban, így a téli felkészülést előbb elősegítette, mivel nem egyedül futom, hanem csapatban, ezért esti órákban van alkalmam a futásra, így csapatban sokkal egyszerűbb és könnyebb. Mi lesz a 2014-es év legnagyobb kihívása? Hát természetesen az első hely elérése, így javítani még egy helyezést. György említette, hogy a futóklub terepfutással is bővült. Mit kell erről tudni? A terepfutás egy olyan speciális futás, ahol nem aszfalton futunk, hanem a természetbe, javarészt a környező hegyekbe. Itt ugye Göthöz a Vác mellett lévő Nassai hegy van legközelebb, illetve ha átmegyünk a Duna túlpartjára, akkor a Pilis is remek lehetőségeket kínál. Ugye, ha összehasonlítjuk az aszfaltfutással a terepfutást, az a fő különbség, hogy a domborzat mindig különböző, itt egy egyenletes, azonos futásmechanizmussal futunk, ugyanolyan a lépés hosszúsága, az erőkifejtés, még ugye egy terepen, amikor fölfele futunk, illetve amikor lefele, vagy oldalrézsűn, akkor teljesen más izmok mozognak, ezáltal sokkal összetettebb, komplexebb az egész mozgás, és kevésbé fárasztó, hogyha ugyanannyit futunk terepen, mint aszfalton. Bármi meglepő is. Mennyire népszerűek a terepfutó versenyek Magyarországon? Ez egy szűkebb család, nem olyan nagy tömegversenyekre kell gondolni, mint a maratoni versenyek, de ez ennek a vonzereje, hogy nagyon sok ismerős arccal találkozik az ember, egyfajta értéket is hordoznak ezek a sportolók, akik részt vesznek ezen a versenyen. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy viszonylag hosszabb felkészülést igényel egy ilyen versenyen történő részét. Tehát persze nyilván ez a távtól is függ, vannak 100 kilométeres versenyek, illetőleg vannak rövid távú versenyek is. Fel szeretném hívni a figyelmet a teljesítménytúrákra. Minden hétvégén van 3-4 teljesítménytúra, túrázók honlapján ez megtalálható, és itt a közelben is a Fótisomjó, illetve a futóklub életében egy jelentős verseny volt, a Nassai Trail verseny, ami már nem is teljesítménytúra, hanem egy komoly futóverseny volt. A sárkányhajósoknál már találkoztunk, most üdvözölhetlek itt a futóklubban, úgy látom. Sárkányhajózom is, és még mellette ez a futás, ami
ami igencsak szívem csücske. Hogy lett a szíved csücske? Hát először úgy kezdtem ezt a futást, hogy kicsi súlyfelesleg, és megpróbáltam valamivel leküzdeni ezt a súlyfelesleget, és elkezdtem futni. És onnantól kezdve szép folyamatosan, tehát nem gyorsan, hanem folyamatosan elkezdtem a kilométereket gyűjtögetni. Most már ott tartok, hogy félmaratonokat is futok. Hány kilométerre kezdted? Vagy ezt egy teljesen amatőr, aki úgy gondolja, hogy szeretné fölépíteni magát e tekintetben, az hogy kezdjen hozzá? Nagyon sok séta és kevés futás. Tehát futni mindenki tud, mert ugye van két lábunk és már is futhatunk, de szeretni is kell a futást, azt meg csak úgy tudjuk megszeretni, hogyha élvezve csináljuk. Amit élvezve csinálunk, az jó. Ha nem jó, akkor nem érezzük jól magunkat benne, nem csináljuk tovább. Tehát, hogyha hamar elfáradunk, akkor nem fogunk futni sokat. Futunk, sétálunk, aztán több futás, kevesebb séta, aztán marad csak a futás. Mikor te csatlakoztál ez a futóklubhoz, akkor mit találtál gyakorlatilag, vagy hogy érzed ezt? Hogy élted meg, hogy ezt a közösséggel való találkozásodat? Ez olyan volt, hogy a közösség egyszer csak megtaláltak, hogy fussak velük közösen. Eljöttem az első futótalálkozóra, és az bizony nem volt egyszerű, mert sokat futottunk, és én arra még nem voltam teljesen felkészülve, de a következő alkalommal már jobban felkészültem rá is, és egyre jobb volt, egyre jobb volt. Egyre hosszabbakat futottunk közösen. Nem volt közben sérülés? Amikor már csatlakoztam a futóklubhoz, már nem volt sérülés. Előtte voltak sérüléseim, térdsérülésem, háromszor műtötték a térdemet, és innentől kezdve kezdtem szépen óvatosan futni. Tehát a harmadik műtét után kezdtem el futni, utána találkoztunk a futóklubbal. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy nincs lehetetlen. Abszolút, abszolút. Futni kell, futni lehet. Lehetetlen nincs. A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület immár évek óta rendezi a Felső Gödi Balázsovics János Sportcsarnokban az Aranyperli elnevezésű teremlabdarúgó tornát, valamint a Réka éjszakai röplabda tornát. Ezekről láthatnak most képes összefoglalót. A zöld fa nagyot erősített korábbi összeállításán. Bevonta a gödiesen legjobb öregjeit, és visszatért a csapat korábbi nagy ásza, Koncz Gábor is. Szinte tökéletes játékkal jutottak el az utolsó meccsig, minden mérkőzést imponáló fölénnyel nyerve, 21-1 gólaránynál érkeztek az utolsó mérkőzésre, amikor már biztos volt. Ekkor dompapáikkal kerültek szembe, akik hatalmas küzdelemben maguk alá gyűrték őket 2-0-ás eredménnyel. Mondhatnánk, hogy a bajnoknál is jobb, aki legyőzi őket. Dompapát viszont a Dream Car győzte le, tehát ők még a bajnokverőnél is jobbak voltak. A körbeverés miatt az első három hely sorsa a gólarányjal dőlt el. Torna győztes tehát a Zöldfa, második a Dream Car, harmadik a Dompapa lett, a Rotary Göd negyedik, a Faterok az ötödik helyen zárt. A legjobb kapus címet a Dream Carból Hegedűs István nyerte, a legjobb szenior játékos a Zöldfából Tuza József lett, a torna legjobbja Dankó László lett Dompapából. A gólkirályi címet 6 góllal a Zöldfás Kmecs László nyerte. A legsportszerűbb játékos a Faterok közül Magyar Zoltán volt, a legszimpatikusabb játékos címet a Rotary Göd csapatából Deák Andrea nyerte. A Gödi szabadidős sportnak egyik színfoltja a 6-3 kupa, illetve az aranypertli. Ákos, te már 6-7-8 alkalommal is részt vettél ezeken összességében. Hogyan ítéled meg ezt a rendezvényt? Mi a Rotaryval vagyunk jelen ezeken a foci rendezvényeken, és nagy örömmel várjuk mindig, nagy örömmel jövünk erre a rendezvényre. Maga a Rotary is a barátságról szól, és ez remek alkalom itt a városban a gödiek számára, hogy barátságok kötessenek, illetve egy jó hangulatú rendezvényen sporttevékenységet is folytassunk, ami nagy öröm, mert ennek a korosztálynak ez nem mindig adatik meg, de ezek nagyon jó lehetőségek erre. Milyen korosztály, ne titkoljuk? 35 év felettiek, volt, hogy már becsúszott néha ennél fiatalabb is, de jellemzően 35 felettiek. A mi Rotary klubunk pedig talán a korelnök a csapatok között, mert a legidősebb is nálunk van, átlag életkorban is mi vagyunk a legidősebb. Hány éves a legidősebb? Hát most már bőven nyugdíjas korú, 66 éves. Erre a februári aranypertlére hány csapat érkezett most? 6 csapat van, és mindenki játszik mindenkivel, ilyen a lebonyolítás, nagyjából már ismerjük egymást, akár arcról, névről is, tehát nagy meglepetések nincsenek. Mindig nagy latolgatások folynak, hogy ki hogy változott az előző alkalom óta, és nagy izgalommal várjuk mindig ezeket a rendezvényeket. Milyen a hangulata, mi mondható ezekről az eseményekről?
nagyon baráti, fair play módon zajlanak a meccsek, nincsenek durva szabálytalanságok, és nagyon vigyázunk egymásra. Nagyon jó tapasztalattal megyünk mindig el innen. Jóska, melyik a jobb, Gödön játszani a labdarúgást, vagy pedig edzést tartani? Hát azt mondják az okosok, hogy játékosként egyszerűbb az ember élete, mint edzőként, így ez a válaszom, hogy játszani jobb még mindig. Gondolom, te sem először állsz parkettára, vagy pontosabban műanyag padlóra itt az aranypertlő alkalmával. Milyen a verseny? Hogy érzed? Hát nyilván, aki itt van, mindenki úgy van összerakva, hogy nyerni szeretne. Aztán, hogy mennyi tudás szorul bele, az már másodlagos kérdés. Amit eddig én itt láttam, meg tapasztaltam, az szenzációs. Vigyázunk egymásra, tényleg nem az eredmény a lényeg, hanem az, hogy fotballozzunk, jó társaság van, úgyhogy remek a hangulat. Milyen a csapat összeállítás? Gondolom, egy alkalmi formációról van szó. Ez teljesen, mert mivel a mi öregfiunk csapatunk nem jött össze, ezért a Takács Ádám, aki a Zöldfát már évek óta vezeti, ő szólt egy-két-három játékosnak, hogyha van kedvünk, akkor jöjjünk. Természetesen itt vagyunk. Körülbelül egy héttel ezelőtt beszéltél nekünk arról, hogy mentek egy nagyon nívós teremtornára. Milyen eredményt értetek el? Hát gyakorlatilag jött a papírforma, ugye a négyes döntőbe kerültünk be, Üllőn volt a négyes döntő, az elődöntőt a Kisnémedi ellen első meccsen 1-1 volt, másodikat nyertük 5-1-re, ezáltal a döntőbe kvalifikáltuk magunkat, ahol a Dabas Gyón csapatában játszottunk, akik meg voltak erősítve 3 NB1-es futszájátékossal. Ehhez képest 2-0-ás vereséget szenvedtünk, de vállalható mérkőzés volt, jó színvonala volt. Kicsit kanyarodjunk vissza ide az Aranypertre. Hogy látod itt a szabadidősport események között? Ez hol helyezkedik el ez a teremfoci? Én úgy gondolom, azt most pontosan nem tudom, hogy mióta működik, hogy ez a hanyadik, de szerintem teljesen rendben van, nagyon kell, főleg így február környékén, amikor megrendezik, mert kint ugye még nem lehet játszani. Szerintem egy hosszú életű lesz. Gyuri, hogy érzed magad ezeken a teremlabdarúgó tornákon, ahogy tudom, nem az első lépsz pályára? Hát mindig fantasztikus a hangulat, egy alkalmi formációba lépünk föl mindig, a Fatelok néven. Előtte a Gödi apukák néven futottunk, ugye még a tavaly februári tornán ugye akkor az volt, és akkor utána 6-3-ra váltottunk a Fatelok névre. Fontos, hogy így februárban, ez ugye most február végén, közepén végén van ez az esemény, hogy lehetőséget kapjatok amatőr szinten egy ilyen teremlabdarúgó tornára? Igen, nekünk nagyon jó így. Szokott lenni ugye nyáron is, a május 1-én is van egy torna, ugye ott is szoktunk lenni, meg ugye a júniusban is van egy. A fét is rendezésében. Körülbelül 15 éve költöztünk ki Gödre. Az a tapasztalatom, hogy ez a csarnok, ami nagyon szuper, a város már kinőtte. Tehát most végre elindult egy folyamat, ami a füves nagypályát és az annak a kiszolgáló helyiségeket gyönyörűen rendbe tette, de az az igazság, hogy sportcsarnokra is szükség van, mert az a tapasztalatom, hogy rengeteg fiatal, rengeteg idősebb szabad idejét töltené el itt a téli időkben a csarnokokban, illetve azért, mert nagyon profi szervezők vannak, akik megszervezik ezeket a bajnokságokat, és most már hát úgymond profi bajnokságokat is szerveznek, ugye a futszálnál is. Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy még legalább egy ilyen típusú sportcsarnok legyen. De nem csak a sportcsarnok, hanem nagyon szuper, nagyon sok iskola van, kisgyerekekkel, nagygyerekekkel, tehát az uszodának a helyzete is katasztrofális, ugyanis hiába csinálták meg ugye a melegmedencét, de nyáron úszni nem lehet, mert mindenki benne áll a vízbe, mert annyian vannak. Szükség lenne egy új uszodának a építésére. Mióta kín vagyok, mindig van, hogy lesz uszoda, nem lesz uszoda, tehát most reméljük, hogy ezzel a folyamattal elindult egy olyan helyzet, hogy ezeket a dolgokat megoldják. Rengeteg gyerek van, rengeteg felnőtt van, akinek szükség lenne, és most már a nem csak a tömegsport, hanem az élsport is ugye beindult a futszál miatt. 16. alkalommal rendezte február 22-éről 23-ára Viradon az amatőröknek kiírt éjszakai röplabda kupát, azaz a Rékát, a Gödi Sirály Közhasznú Egyesület. Az esztendők során egyre népszerűbb szabadidős eseményt hosszú meccsek és sportszerű küzdelmek jellemezték. Ez alkalommal a fiatalok voltak többen, mégis a tapasztalt játékosokkal felálló csapatok diadalmaskodtak.
A szervezők beszámolója szerint elrettentő taktikát választott a torna győztes már a névválasztással is, kimerne ugye szembeszállni a félelmetes vérzergékkel. Erre még a sárgák is feketévé váltak ilyettükben, és nem csoda, ha a bombázók minden erejüket összeszedve szinte szőnyegbombázással próbálták szétlapítani a nevük alapján képlékenynek tűnő, bár a játékukkal igencsak keményre sikeredett grízpuding csapatát. Eredmények. A csoport. Vérzergék, bombázók, grízpudingok, sárgák. B csoport. Gödöllő 202, tibeti támadólepkék, GDS-e, talpra esettek. C csoport. Alkarom Attán, Resztli, BDG, Happy Görcs. D csoport. Volleyball, Fittyethány, Lilium, Lila szülők. E csoport. Mindegy, Pindurpandúrok, Kőrösi DS-e, Ute Ifi. Egyéni díjasok lettek, a legjobb feladó Klinszki Katalin a grízpudingokból. Legjobb ütőjátékos Oroszi Tamás a bombázóktól, legjobb védő Pap Katalin vérzergéktől, legjobb nyitó Dr. Tóth Zoltán a sárgákból, legjobb blokkoló játékos Török Ágnes a Gödöllő 202-ből, a legjobb serdülő játékos Schmidt Rita volt a GDS-éből, legjobb ifi Gressai Mánuel a BDG-ből, legjobb szenior játékos Nagy Katalin volt a grízpudingoktól. A B csoport legjobbja Juhász Petra a tibeti támadólepkékből, a C csoport legjobbja Havasi Noémi a BDG-ből, a D csoport legjobbja Nagy Péter a volleyballtól, illetve az E csoport legjobb játékosa Márci János volt a mindegy csapatából. A legnépszerűbb játékos címet Lászlop Alexandra a GDS-e játékosa érdemelte. A következő éjszakai röplabda tornára előreláthatólag pünköskor kerül sor. Ennyi fért adásunkba, a Mozogolyunk sportmagazint látták. Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva ismét várom önöket. Ne feledjék www.göditémák.hu. Viszontlátásra!